Hamilton megcsinálja! Lewis Hamilton megcsinálja! Sziasztok, fiúk, lányok, helikopterek, üdvözlet mindenkinek! Hát akik a spanyol nagy díjnál itt voltak, ők tudják, hogy ez a live közvetlen azután a spanyol live után jött. De aki nem, az pedig üdvözlöm itt a 5. futamnál, a monacói nagy díjnál. Amúgy a következni fog. Hát a spanyol nagy díjnál az előző hétvégén sikeresen elfüstölt a motor, a turbó feladta a szolgálatot, úgyhogy amiatt muszáj voltunk a 6. körben kiállni a futamból, így dupla ház kiesés lett a vége a dolognak, úgyhogy hát reméljük, hogy Monakóba jobban fogunk járni, úgyhogy ugorjunk is bele. Közben ugye az előző live-ba kicseréltük a sisakunkat is. Hát úgy, ugye Monaco miatt is, hogyha azt nézzük, mert azért csak különlegesebb pálya, illetve szerettem volna ezt a sisakot használni itt erre a nagy díj hétvégére is. És hát csodálatos a díjjárás vár minket. Az időmérőn van 20% esély arra, hogy esni fog, de a futam az teljesen száraz lesz, úgyhogy igazából szerintem akkor kezdhetnénk akár a második szabadedzéssel is, de nem tudjuk, hogy végig esni fog az első szabadedzésen vagy sem, úgyhogy inkább bemegyünk arra. Mert azért médium gomb is részre tértsít, azt lehetne csinálni, hogyha úgy kiadja az idő. És ugye itt látszódik, hogy a 4-es turbó az, ami ugye feladta a szolgálatot, az lett 100%-os. Reméljük Monaco jobban fog menni, ugorjunk is bele. Hangnak meg képnek, vagyis hát képnek biztos, hogy kell lenni, hangnak meg remélem, hogy van. De én úgy emlékszem, hogy a játékra is adtam hangot, úgyhogy azzal nem kéne, hogy probléma legyen. Közben itt Gasly-t látjuk a képen. Jó. Egy valamit felejtettem el, setupot nézni. Úgyhogy azt még most gyorsan keresünk egyet, és akkor utána nekiugrunk a monacói verseny hétvégének. Hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk megúszni szájtörések nélkül ezt a monacói futamot, de remélhetőleg igen. Jó van, Milán, köszönöm szépen a visszajelzést. De azért inkább mindig aggódok, hogy most van-e hang, vagy nincs. Hát csak ne egy néma streamet nézzetek meg. Jó, hát mondjuk a 11-11-es szány Monacóra, az nem csoda. Hogy ennyi lesz. Viszont ahhoz képest a transmissionnél eléggé alacsonyak voltak az értékek. Hát a fék az nekem is ilyen fékkel. Jó. Más pedig így is jó lesz, híja. Akkor mentsük és el ezt a setupot. Jó, milyen programjaink vannak? Restart Strategy, Tire Management Track Acclimatization.
Jó, médium gumival tudunk menni, úgyhogy akkor ezzel megyünk is versenystratégiát. A hard gumit ezt nem is erőltetem inkább, mert azért Monakónál nincs akkora gumikopás, így szerintem a hard gumira nem lesz szükségünk, felesleges szerintem. Egy kiállással meg lehet oldani. Hát itt a végsebességnek nem kéne gondot okoznia, hogy nincs. Ugye? Ez azért köztudott, hogy Monaco az egy utcai pályát. Nem igazán a sebesség az, ami a lényeges, hanem a leszorító erő. Ez az a kanyar, ami nagyon halálos lehet, hogyha rosszul rakja rá az ember a rázókőre, mert simán kiforgatja az autót alóle. Ahogy látom, az airsync nem igazán akar visszafele töltődni, úgyhogy aztán majd a futamon óvatosabban kell bánni. Bár hogyha valaki mögé be leszünk ragadva, akkor úgyis mindegy. Nem van a kóba azért, mert ezekkel a széles autókkal már nem olyan könnyű előzni. Éppen meg lett. Nem ezt akartam megkérdezni, de mindegy. Fú, az is elszáll, nagyon rosszul állom. Meg hát, hogy a plusz dolgokat nézem, a gumikopással sem bánunk a legjobban. Hát csendesebbek RC-nek igaza volt, hogy Monakóba akkor vagy a leggyorsabb, hogyha száll, akkor látod milliméterekhez remész el. Akkor végre mondhatod el azt, hogy tényleg mindent beleadtál a pályába addig, ameddig nem így van, addig igazából nem. Thank you.
この集会で入ってくれ。Annak vannak eléggé hülye egy box utca bejárata van. Jó. Hát a track acclimatization az mehet, ha hát gumival. Inkább vártunk egy kicsit, mert belőttem ott volt egy McLaren, meg egy Alfa Tauri. Csak ne tartsanak már fel minket. Még hogyha ez csak egy kapus program is. A kapukat legalább jól vettük be. Jóan sikerült lilára megcsinálni az egészet. Úgyhogy irány vissza a garázsa. És jól gondoltam, hogy a első szárny az sérült. Fú, basszus, semmit nem csináltam meg. De mi? Hát az elején 5 kanyart simán összefűztem. Jól. Arra nem tudom, miért nem adta meg. Hát average cornering speed, hát most ezt nem tudom, meg a racing line se adta be. Érdekes. Jó, DRS, clean sector, meg ugyanúgy a verseny van. Jó, van akkor javítsad meg gyorsabban. Jó, akkor már ez a practice program is.
Test 終了だ. よくやってくれた. 貴重なデータが数多く得られた. Nem tudom, mi nem volt Clean Sector neki. Front wing-ni 注意しろ. Na persze. Itt tört a szárny. És ezt nem értem, hogy... Nem, hogy... Jó, valamennyire kicsit látszódik, hogy... A halványabb zöldöt bal oldalt a szárny, de... Ennyire durva lenne... Hát, ez most egy lófasz törés, hát most... Én ezt nem értem ebbe a kódmesteres játékba, hogy miért van az így, hogy... Ott jobb oldalt a szárny véglet, na látjátok, hogy egy kicsit, mint hogy bele lett volna harapva. Amiatt annyira vezethetlen az autó, hogy konkrétan alig kanyarodik. Amikor olyan kanyarnál vagyunk, de hogy... Ezt miért így csinálták, meg nem tudom. Szia, Misi! Jó, akkor igazából a programokkal megvagyunk. Jó, hát akkor ritájörözünk, aztán a második szabad edzésen leszimuláljuk a programokat, a harmadik edzésen meg majd kicseréljük a motoralkat részeken. Egyik ide Monacóra annyira nem kellene, ugye az, hogy most nagyon sok motorerőnk legyen hirtelen nyébe. Két Mercedes, csak hárman volt kint. Ricardo is, Giovinazzi is. Érdekes. Így van, Misi. Majd akkor megyek, hogyha végeztem ezzel a monacói futam hétvégével. Kaszniba jól állunk. Az aero az, amit még fejleszteni kell. Nem, az a válasz lehetőség legalább jó volt. Így legalább azt tudtuk mondani, hogy azért... Mert annak örülünk, hogy biztonságosan vissza tudtunk vonulni. Jó, akkor ezt leszimuláljuk. De igyekszem, Misi, ahogy tudom. Mert alapértelmezetten nem az lett volna, hogy Monacót is ma csináljuk, csak... Hát a spanyol nagydíj 6 kör után véget ért. Jó, beváljuk még egyszer. Na, még egyszer. Jó, megvan az összes program. Akkor most bevegyünk a harmadik szabad edzésre. És akkor kicseréljük az alkatrészeket. Meg kell nézni, hogy hogy állnak ezek is az alkatrészek is. Hát mondjuk... Annyira nem kopottak. Vegyük. Hát jó lenne ezeket azért csak megtartani inkább a szabad edzésen. Úgyhogy mindenből berakjuk a negyediket, kivéve a turbóból, mert abból már nem tudjuk. Vegyük, vicces lenne, ha tudnám. Ha nem, akkor abból berakjuk az ötödiket. Jó, váltó az meg még mindig király. Jó. The session has drawn to a close, so let's review our top three. Tsunoda, Hamilton, and Tsunoda, me. And that's it. Practice is officially over. Until next time, goodbye. Hát most kár, hogy nem láthattátok a fejemet a kamerába. Tsunoda úgy gondolta, hogy egy perc, két másodperces időt megy. Jó, tehát Hamilton egy tízest.
Nem vágta le valószínűleg a pályát teljes egészébe. Jaj, már megint itt vagy. On the track during practice. Does the car have enough reliability to sustain that? Persze. Great. Well, that's everything. Na, legalább Miksum is hozott négy development boostot, ahogy láttam. Még az a baj, hogy nagyon sok boost a megbízhatóságra jön. És pedig az ére kéne. A többi részre inkább. Na, úgyhogy jött a kvalifikáció. Viszont, hát, igaz, hogy nem vagytok itt sokan. De ki tudja, hát, ha időközben érkezik még valaki. Az egy prediction-t azért berakok. Jó, akkor indítok most egy prediction, 10 percetek lesz szavazni. A feltett kérdése. És ezzel tudtok pontokat még szerezni pluszba, hogyha jól választotok. Hú, jó, egy tenger. Nézzük, milyen kör tudunk összerakni, meg hát, hogyha nem akadályoz meg minket senki. Nagyon furcsa megvilágítása van a pályának. Mint hogyha nem is a természetes fény lenne a pálya, hanem a lámpa fénye adná a megvilágítást.
Ez az üzemanyag bírja, úgyhogy megyünk még egy kört. Így bassza meg. Ennyi, kis szánysérülés és alig kanyarodik az autó. De amikor már nagyon törik a szány, akkor meg szinte pont ugyanúgy kanyarodik. De ezért nagy gázdán még ki tud farolni az autó, mert miért ne? Látom, szépen gyűlnek azok a pontok. Hát ezen a laptopon le van maradva a live rendesen. Nem az igazi a dolog. Remélem nálatok jó fut a live és nincsen bele baj. Itt megnézem. Hát ejtett képkocka nincs olyan sok, úgyhogy szerintem jónak kéne lenni. Jó, a gumi hogy kopott 7%-át, elég sokat, és 2/10 van még benne. Jó, időben hogy állunk jelenleg? Hát jelenleg a 15-ek vagyunk, legutolsó helyen. Hát, ide még sokat kéne javítani. Úgyhogy ez még kérdéses, hogy bejutunk a Q2-be vagy sem. Jó, hát Perez már ment kört. Latifi még szerintem nem ment. Szia, Andris! Ez az a kanyar, ahol szerintem is sokat feszítettem, a féktávot nem tudom jól bevenni. Verstappen második. Hát Leclerc is biztos, hogy jön már be a boxba. Giovinazzi is. Russell is. Ja, itt már mindenki a boxba jön. És akkor Russell is jön be a boxba. Jó, akkor mi pedig jövünk ki a boxból. Most kell menni, ameddig nincsen senki a pályán. Hát viszont nem tudom, hogy 20. helytől lesz jó. Viszont eljekem majd ilyen érzés, amit nem. De nézzük.
Százasai, Andris. Azt hiszem nagyjából a 2019-es játék óta úgy vagyok fel, hogy százas alá nem akarok menni, ha nem muszáj. Hoppá! Na mit vettünk elő a kalapból? Jó, igaz, egy kicsit elkoptattuk a gumit, de... azért csak egy 9. hely jelenleg. Nem is emlékszem már, az F1-es parancsban én beírtam az AI szintet. Szerintem nem. Ja, ezt majd még bele kéne majd írnom. Úgyhogy ezt majd még javítom. Vajon tudod, de megint megy egy perc, két másodperces köridőt? Hát, és én igyekszek megtenni mindent, hogy bejussak. Láttad? De amúgy igen, látom a neved előtti kis ikonból, hogy mire szavaztál. Meg ezt ugye, mielőtt kiosztanám a pontokat, például akkor meg tudom nézni, hogy ki az, aki, vagy ki melyikre szavazott.
Tudod, jön is be a box, mert feladta. Jó. Pörgessünk bele az időbe egy kicsit. Aztán meglátjuk, hogy hova volt elég az az idő, amit futottunk. Tessék, 17. hely. Ennyire volt elég. Pedig azért bíztam benne, hogy be fogunk jutni. Ezért jónak tűnt, ez a 9. Hát sajnálom, Misi, én megtettem mindent, hogy bejussak a Q2-be, de hát látod, nem igazán jött össze. Úgyhogy innen várjuk a futamot. Úgyhogy igazából Milánnak a realitása az győzedelmeskedett, úgyhogy sajnos nem jutottunk be a Q2-be. Úgyhogy gratulálok, Milán, megszerezted a pontokat. Viszont, hogy legyen másra is esélyetek, hogy esetleg visszaszerezzétek. Azért akkor lesz egy újabb erőrejelzés. Szia, Dani! Jó, hát szerintem ez úgyis egy hosszabb futam lesz, hogyha minden jól megy. Úgyhogy erre kaptok 15 percet, hogy eldöntsétek, hogy mire szeretnétek szavazni. Hát igazából, Dani, hát jelenleg a spanyol futamot fejezném be szerintem. Nagyjából most tartanék az utolsó köröknél. De sajnos a második körben elfüstölt Mick Schumacher, a hatodik körben pedig elfüstölt alattam az autó, úgyhogy gyorsan befejeződött a spanyol nagydíj, úgyhogy jöttünk tovább Monacóra, hogy valami futamszerű dolgot is lássanak itt az emberek. Jó, fejleszteni. Hát azt nem indítottunk mondjuk, de kellene. Úgyhogy a aerót azt mindenképpen elindítjuk, és akkor ezt a kaszni fejlesztést is. Biztos, ami biztos. Jó. Alkatrészek azok jók, amik vannak. Úgyhogy irány a 39 körös Monaco. Hát, igen, Milán, mondjuk valamilyen szinten igen, lesz szimulálás, és nem tudom, hogyha nem pörgetem az időt, akkor is mennek-e ilyen köridőket, de szerintem valószínű akkor is. De, hát miután én azt láttam, hogy 9. helyen vagyok, én azért nem gondoltam volna, hogy kiesek a Q1-be. Formula 1 returns to Monte Carlo once again today. Na, de majd a futamon. The world-famous Monte Carlo Casino first opened in 1863. And of course, a certain road race first held here in 1929. There's no greater an occasion, no more valuable a win than the Monaco Grand Prix. The prestigious Circuit de Monaco then. It's not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost a century ago. It's 2 miles and 19 corners through the streets of Monte Carlo. And although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for error make it the natural habitat of the safety car.
Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you. 22 fok odakint, 31 fokos aszfalt, elég hűvös idő van ahhoz képest Monakóba. How do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? From the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline. Nem az a célom. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Jó, itt fejet hozzád. The day you don't have them means that you don't care anymore. Én majd eszek egy jó kis tarhonyás lecsót, majd hogyha ezzel végeztem. So that they're not taking up too much of your capacity. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Perez, Leclerc. Hoppá, Leclerc negyedik. Hamiltonnak itt sem ment az időmérő. Mint egy a valóságban sem. Köszi, köszi, Dani. Hát az még egy kicsit odébb lesz. Na, 16. Azt hiszem, talán ez a legjobb rajt pozíciónk, amiből indulunk. Mert Bakrényben szerintem... Hát ott is amúgy hátulra indultunk, ugye a rajtbüntetés miatt. Micsoda? Miért akarsz te izét nekem? Medium hard-on. Nem lehet megoldani egy medium lágyja. Már hogy ahhoz ennyire sok kört kéne menni. Én kis, hogyha ezt állítom át. Jó. Négy másodperccel lassabb ez a kiállás, mint hogyha a hardost választom. Viszont, hogyha softon indulok, és médiumon fejezem be, elmondjuk. Az a baj, ez még lassabb. Jaj, ez kell nekem. Jó, hát üzemanyag az nem kell olyan sok bele. Szerintem felesleges. Hát, csak az a bajom is, hogy szerintem nem lesz mindenki mögöttem. Úgyhogy mindegy, hagyjuk alapértelmezetten ezt a stratégiát, a medium hardot, aztán majd max menet közben változtatunk, hogyha kell. Úgyhogy irány a felvezető. Egyébként amúgy azt nem tudom, hogy oké, hogy van random meghibásodás, de mivel a felvezető körön is tönkre tud menni az autó. Hát igazából úgy lenne az igazi. Ugye Fettele volt ilyen, azt hiszem 17-be? 16-ba? Valamikor volt vele ilyen, amikor azért volt ott a felvezető körnek a legvégén elfüstöl. Tényleg nem néztük meg, hogy ki milyen gumin indul. Hát a top 10 az lágyon, utána Fettel, Stroll medium, Ocon hard, Russell medium, Giovinazzi hard, medium, Raikkonen hard, Latifi, Schumi és Tsunoda az utolsó helyről. Szerintem hogy akkor büntetés kapott, hogy mediummal indul. Akkor 2016. Akkor jól emlékeztem én, hogy... Mert 18-ban biztos voltam, hogy nem. 19-ben sem, mert az túlságosan... És hát ez nem volt ilyen rég. 17 vagy a 16 ragadt meg nekem.
Na jó, srácok. Nézzük meg, mit tudunk ezen a nagy díjon. A chatet nem nagyon fogom tudni szerintem olvasni, de azért igyekszek, amennyire Monaco engedi. Úgyhogy... lássuk. Hát, ha nem használjuk az összes flashbacket, ami van. Ugye csak 10-valahány darab van. Aj, basszus, belőle akartam menni, nem tudtam. では、DRSが使用できる。前のマシンとの差が1秒以内なら、DRSゾーンで使えるぞ。 Ahhoz képest, hogy ez nem egy annyira rettenetesen gyors pálya, ha azt nézzük, az ERS alig töltődik vissza. Pedig az nem tudom, én vannak óta azt várnám, hogy azért jobban visszatöltse. De rossz, amikor visszafordítóban és én füstöl le valakinek az autója, az azért szar lehet.
Túlságosan szűkön akartam menni, és 9-es bakünk van, most már csak 8. Úgyhogy nem hibáztatok túl sokat. Most ezt sok táblát ott kint tartják, de így minek. Hát amúgy így, hogy fel kell rakni majd a hard gumit, lehet nem lett volna hülyeség a restrategy-t azon is megcsinálni. Csak hát ugye az a baj, hogy úgy számítottam, hogy egy kiállásos futam, úgyhogy lágy medium vagy medium lágy és akkor kész. Próbálkozok egy kicsit a fékerő állításával is. Az alagút végén kicsit nehezebben állunk meg, úgyhogy most megnézem egy kicsit, hogyha nagyobb százalékra rakom, akkor jobban vagy sem. Utána megnézzük kevesebben. Egyszerű visszafordítóba, így szerintem meg próbálom berakni Stroll mellé, max vissza flashbackkelem. Mindjárt ránézünk le. Hát hőfokra jól áll. De kopás meg így áll, ahogy látjátok. Most nem tudom nézni. Úgyhogy szerintem annyira nem állunk rosszul. Jó van, szájunk nem tört. Fuk, de rossz, hogy nem tudom mondani, hogy milyen raknak, amit akarok, hanem ki kell választanom. Főleg itt Monakóba jön ki szarú.
MFD を見て。Jó, szerintem így csak rosszabb a fék. Nem tudom, hogy Strollt most Alonso tartja fel ennyire. Mert egyszerűen előttem lévő kettő emberkének ez a tempója. Itt az alagút után jól tudjuk átvenni a kanyart Strollhoz képest, csak nincs helyünk előzni. Tudtam, hogy rám fogja zárni, és nem hagyja. Hogy az ásszunk mennyire nem töltődik visszafele. Hihetetlen. Jobban fogyik, mint tölt. Ezért jó például az Assetto Corsa, mert ott be lehet állítani, hogy hány százalékban töltsön vissza a ERS. Mennyire legyen a visszatöltése, mennyire durván töltsön. Ott azért jó, be lehet állítani, hogy hogy töltsön vissza, hogyha nem használja az ember annyit. Bár ezt ugye a manikúri futamnál láthattátok. Hát lehet, hogy ez nagyon durva előzés volt, de muszáj volt. Ezt róla, mert soha nem megyek el az életbe se, hogyha nem csinálom meg. Úgyhogy azt nem tudom, hogy az ő szárnya törte így most, vagy sem. Nem, egybe van a szárnyom, úgyhogy nem azért lassult le. A boxba. Tényleg ennyit bírt a lágy gumi? Na.
kényelmetlen voltam. Amúgy hirtelen azt hittem, hogy még Schumit körözzük le. Azért van előttem egy fehér autó, de nem. Az Perez ugye. Egy Verstappen, az még Red Bullos. Anyaggal jól állunk, úgyhogy ezt nem is nézzük. A mérnöktől meg kell kérdezni pit stop information, csak így nem tudom. Hogy nekem kell kiválasztani, meg gombotja, minden mit tudom én. Mert ugye néztem az audio beállítást, hogy nem lehet az, hogy ugye beállítani a fülhallgatómat, amit használok. Csak hát azt nem ismeri fel. Úgyhogy az automatikusba kell megbízni, hogy érzékelje a hangomat, és van amikor érzékeli, van amikor nem, de az a baj, hogy legtöbbször nem. Mondjuk amúgy most leinthetnék így a futamat is. A második helye hátszal nem is lenne annyira rossz. Szerintem még végéig az Alfa Romeo, meg a Williams meg se tudna minket akkor előzni konstruktőidbe, hogyha most második helyen beérni. Verstappen így viszont most nagyon jól járt, hogy így megint beragadtak a Mercedesek. Na, Strollnak megjött a tempója.
16 kört bírt ki eddig a gumi. Hát ha még 16-ot mennék fel, akkor 32 kör. Akkor lenne 64%-os a baleső. Hát... nem tudom, hogy ha a 30. körig el tudnék menni ezen a medium setten, és úgy fel a lágyat, az mennyire lenne jó taktika. Nem tudom, Emilán, mint mérnököm, te mit mondasz? Várjunk még pár kört, megnézni, hogy hogy kopik a gumi, és majd még változtatunk a stratégián, hogyha kell. Vagy maradjunk mindenképp a hardon. Vagy van egy adott körszám, amíg jó lenne kimaradni, és úgy fel a lágyat. Mert szerintem az AI. Azt mindjárt nézzük, hanyadik körbe jött ki. Mert az AI kijött a 11. körbe. Úgyhogy 11 kört a lágy gumijuk az kibírt. Lehet, hogy ez ilyen 28-30. Kör környékéig, hogyha jó lenne a médium, akkor meg lehetne próbálni egy lágyat. Csak nem tudom, hogy megéri. Meg például most az, hogy ugye aki lágyra a médiumra váltott, ő fog-e még kijönni boxba, vagy csak ennyi volt. Az a baj, ezt se tudom. Lehet egy driver in frontot kérdezni kéne. Na, 2,5 másodperccel vagyunk lassabbak, viszont a mérnök azt nem mondta, hogy jönne még egy kiállás, úgyhogy valószínűleg egy kiállással megoldották. Na de jó, vagy legetáltam olvasni, mit írtatok. Ah, hát igen, már amúgy minél könnyebb az autó, annál többet bír, ugye? Ja, én nekem is egy ilyen érzésem van, hogy amúgy a lágyja meg tudnánk amúgy csinálni. Mondjuk most szerintem a guminak elérkeztünk a holdpontjára. Most kell egy kis idő, amíg megint magához tér. Úgy sem mondják, hogy jól állom. Igazából. Hát 13. helyre jönnénk vissza, hogyha most mennénk ki a boxba. Mondjuk a is úgy mondta, hogy 19-29. Kör között a háda. És így lehet, hogy akkor érdemes lenne. Még várni azzal, hogy mit rakunk fel, de... szerintem az ilyen 28. körig, hogyha tényleg kibírjuk, akkor a lágy az mehet. A szerencsére annyira nagy kígyózó sort mi magunk mögött nem tartunk.
az lenne, úgyha a tizedik hely környékén, aki van, ő lenne elég lassú ahhoz, hogy feltartsa mögött a lévőket, hogy ne essünk ki a pontszerző helyek közül. Na, Stroll marad. Vettel marad. Mögött a lévők meg a végéig úgyis. Most majdnem nem értem el az ujjammal amúgy a felváltó gombot a visszafordító után. Ma egy ilyen érzésem, hogy Strollék is erre játszanak, hogy a lágyjal maradjanak ki majd kint a legvégén. Na, mik most jött ki? Viszont Strollnak ellenünk csak egy támadási kísérlete volt, most azután meg visszaállt igazából mögénk. Úgy tűnik csak egyszer akart megpróbálkozni, hogy hátha. Az a jó, hogy nincs igazán támadó közelségbe. Stroll, vagyis hát ez az előtti körökben nem volt, most viszont elég közel van, ja. De ott legalább nem volt egy támadó közelségbe, úgyhogy az jó volt nekünk. Hát... ez jó kérdés, hogy a 28. körig tudok-e még ezzel a gumival menni, vagy sem. De hát azt kéne csinálni, hogy amikor Stroll jön a boxba, utána a lévő körbe, akkor mi is jövünk. Ja. Akkor Strollhoz igazítjuk a taktikát. Mert ő az, akire most nagyon figyelnünk kéne igazából. Hát meg ugye Alonso. Ugye Alonso volt előttünk, de...
És akkor úgy gondolt, hogy a 25. kör az akkor jó lehet? Akkor annyi kört van maradékot van, kibírja a lány, vagy ki kellene neki. Jó, gondoltam, hogy tört a szány. Kérdezzük most is. Ja. Szóval is van ujjam, úgyhogy... Akkor most kör végén? Áj, tudtam, hogy túl soká jövök be. Még is trolléknek frissebb lesz. De hát, ha nem sokkal. Viszont rassz elég elég kijövünk simán. Jó lesz ez. Jó, előttem is azért van elég nagy táv, úgyhogy most tudunk tempózni. Azt mondjuk igaz, Brisi. Ja,
Meg fog inkább is letört a szárnyom. És na. Úgy de rossz, hogy nyomogatnom kell a gombot, hogy a válaszra menni. Jó, üzemanyagból továbbra is jól állunk. Szerintem, ja, most jöttek a boxba. Nem, simán kijöttünk Stroll elé. Ja, itt meg egy médiumot fel akarsz rakni? Nem fog ez kell lenni, Jeff, ne aggódj. Hát igen, Misi. Elég valószínű. Úgyhogy köszönöm a taktikai tanácsot. Most már csak két dolognak kell kibírnia, a motoralkatrészeknek, meg a koncentrációmnak. Sőt, biztosan, hogy biztos, ha elmenne az áram, azt a dolgot is kiküszöbbék egy Mission Save-vel, legalább ne az egész veszene. Ha ilyen előfordulna. Thank you.
ezután meg Azerbajdzsánjön, ott szana szét leszünk szopatva. A hosszú egyenes miatt, mert szerintem ott úgy ott fognak hagyni minket, mint a szal. Erre meg beadja, hogy izé, tört a szárnyam. Csodálatos vagy játék, mondtam már. Ja, hogy már labból volt. Szárnysérülésünk, de jó. Hát nem azért, hát nézem csak vissza. Ripley-be, hogy hol van nekem szárnysérülésem. Na, megint harapás van jobb oldalt, bal oldalt, de jó. Mindegy az egyik, hogy Russellék ne érjenek utol, és talán lőzzenek meg. És a gumbi bírja ki. Meg a motoralkatrész, meg az idegrendszerem. Mert oké, hogy nincs felvéve ilyen ultra magasra a szájtörés, de ha ez neki már front wing damage és semmiért rosszabban irányított az autó, akkor igazán jelezhetné valahogy a játék amúgy, hogy sérült a szárnyat. Hogyha olyan hülye valaki, mint én, hogy sérült szárnyal egyből vissza flashback-e, hogyha tud, hogy ne az legyen, hogy amiatt nem fejezi be normálisan futamot, vagy boxba kell jönni. Akkor jó, Misi. Szia, Szabi. Bence által láttam, hogy a Steam-en feldobva, hogy nem találjátok a igazi játékot, amivel nyomjátok. De azért viszont szépen látszik az aszfalt, ahogy gumizódik fel a pálya, igazából. Azért látszódnak ezek a sötétebb, fekete színű csíkok is. Ugye ahogy jobban fékezünk, meg ott maradnak a gumitörmelékek. Jó van ez. Olyat is kell néha. Itt is most egy picit lekocoltam a felett, mivel fogadjunk ez is izei science sérülésnek számít.
Már gondolom. Megint a szárny miatt mondta. Pedig nem csak éppen, hogy súroltam a korlátot. Hát nagyon remélem, Szabi, hogy lesznek. Ha már spanyolba kiestünk egybe a hatodik kör után. Hőfok az tökéletes. Az alkatrészek is jól állnak igazából. Azt hittem, hogy ott a McLaren-es baj jött előttem, jobban fel fogja tartani egymást, de úgy tűnik, hogy mégsem. Viszont egy kis pillanat. Hát szerintem végül azért jobban kopik ez a lágy, mint ahogy én gondoltam. És úgy tűnik Vettelnek sikerült megelőzni a Russellt, nem tudom, már lehet pár körrel ezelőtt akár. De Russellnek így akkor mégsem lesz pontja, úgy tűnik. Vettel meg szerintem felcsavarta a felcsavarni való. Úgyhogy akkor mi is elkezdjük nyomni neki egy kicsit jobban. Oh.
Lekörözés. Menjél csak Verstappen. Nono, Vettel, Nono. Nem, leüzött meg. Épp mindegy, a pont az pont. Köszi szépen, Milan. So Anthony, what made the difference out there today? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Köszi, Sabi. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull. Oh, Pál Leclerc a dobogón. És igazából azok a zászlók semmibe lógna. Vagy ott van valami üveg. Nem, szerintem azok ott a semmibe lógna. Végül is? Hát azért nem úgy terveztem, hogy még a mai nap még egy Monacót is látunk. Jó, van sikerült 9. helyen beérni. Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains at the top of the table. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? I have to give it to Johnson. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. Let's move on to the constructors. Red Bull pull further ahead in the standings. It was also a strong Grand Prix from Haas F1 this weekend. Fantastic work from the American team to move themselves further up the table. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time? Be sure to join us again as we continue to bring you the latest excitement in Formula One. Na hát végül ez lett a végeredmény. Hát igazából rajtam kívül annyira nagyon nagy előreugrás szerintem nem volt, és visszaesés se akkora. Igazából. Nos, Vettel mondjuk 11-ről lett 10-dik, legalább szerzett ő is egy pontot. Russellnek ugye ezen múlt, hogy Vettel megelőzte. De úgy más kiemelkedő eredmény szerintem úgy nem volt. Jó, akkor standings, feljöttünk így a 14. helyre. Így Alonso, Ocon, Tsunoda, én és Stroll vagyunk azok, akiknek 2 pontjuk van. Úgyhogy hát reméljük, hogy lesz még ez több is. A bajnokság állásánál pedig Verstappen az első helyet megtartja, utána jön Bottas, Hamilton, Perez, aki lassan majd Hamilton megelőzi, Norris, Ricardo, Sainz, Leclerc, Gasly, Vettel, ők ugye az első 10 és a többiek pedig ugye már soroltam. A konstruktőről így pedig feljöttünk a 8. helyre, úgyhogy ez egy jó eredmény így. Köszi szépen, Dani. Jó, akkor nézzük meg a highlights-ot, hogy mi volt benne. Hát itt ugye belülről próbáltam volna menni, csak az a baj, hogy mögöttem ott volt, talán Latifi és ő miatt, ugye nem tudtam bevágni hirtelen belülről. De itt viszont Giovinazzit egész szépen sikerült megelőzni ott belülről. Kerék-kerék ellen haladtunk, vagy szépen nem értünk össze. Itt pedig ugye a dive bombom, ami nem úgy nem látszódik, amiért már a pályára rajzot jobban kell nézni. Ez a Codemasters, ez vagy te. Ezt tudod nyújtani. Hihetetlen. De durva, hogy itt a kormányon úgy ír, hogy itt visszatekerve, hogy az üzemanyag az plusz 37,76-ban van. Itt ugye azt írja, hogy még mennyi körig bírja ki. Amúgy eredetileg is írhatná így a kormányon, mert nem azért.
Hát itt nem tudom mi ez, ami érdekes. Talán hozzáértem a falhoz valahol. Igen, itt kívülről. Hát itt ugye belülről meg lehetett volna próbálni, csak az a baj, az AI nem számít arra, hogy te ott be fogsz bújni, úgyhogy ezért ott zárja a kaput rendesen. Hát itt a 11. körben megint jövünk. Szépen elkezdtünk ráesni Strollra, és szerintem itt lesz, hogy... Hát itt... Igen. Itt, hogy bevetődök. Hát itt mondjuk úgy, hogy szerencsém volt, hogy pont úgy sikerült a féktávot még áttalálni, hogy Alonsót éppen, hogy csak megpöcköltem. Itt, hát itt ugye csak füstölt egy kicsit, de szerencsére törni nem tört a szány, Stroll pedig még el tudott ugye fordulni. Így legalább Strollnak se basztam tönkre a versenyt, meg a sajátomat se. Igen, itt meg ahogy Stroll kijött a boxba. Hogy tessék játék? Ennyi volt a highlight? És a befutót ki fogja megmutatni? Haló? Igen, itt nézzük a pályát, de jó, Igen, itt nézzük az érdektelen kört, ahogy megy. Igen, 9. kör. Nem történik semmi. Igen, ez már 11. amúgy, de mindegy. Igen. 27. kör. És ennyi, vége a highlightsnak. Az, hogy leintenek, vagy valami. Én szerintem ezt most láttam ilyet először, hogy így mutatja meg a highlights-ot. Csodálatos. Na jó, menjünk tovább. Avagy te easy, easy nyakon vágnálak. Jó van, menjenek aszni. Szívesen. Jó, hát pódium finish, ez nem jött össze. Nem baj, de annak én most nagyon örülök, hogy legalább a pont meglett. Úgyhogy pont meg lett a pont. Haha. Jó. Hát nem tudom, hogy fejleszteni tudunk-e valamit. Jó, itt a kaszni. Jó, hát ezt elindítjuk, mert miért ne? Vagy várjál? Nem, még nem indítjuk el. Hát ha a motorból tudunk majd valamit fejleszteni. Jó, a motor megjött. Hát akkor inkább most a motort fejlesszük. Mert ez az, ami kicsit gyengécske. Jó, kaptunk pontot. És a turbó is megjött. Ó, ez jó. Legalább szépen tudunk haladni a fejlesztésekkel. Jó. Turbo, és akkor kaptunk másokat is, amiket majd lehet fejleszteni. Viszont inkább a kasznit indítom el, hogy azzal haladjunk minél jobban. Jó. Na akkor menjünk át a következő verseny hétvégére. Jó, és ez is száraz futam lesz szerencsére.
ha minden jól megy. Így is van. Na, megnézzük meg, hogy állunk. Na, most már William szintjére kezdünk feljönni. Úgyhogy így áll a dolog. Na jó, srácok, én nem is húzom tovább az időt. Mert hív a kötelesség is, meg elég volt ez a két nagy díj hétvége most. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm szépen Misi a tanácsokat. Akkor még van egy prediction, amit tartozok, hogy kiosszam. Mert ugye itt az volt a kérdés, hogy befejezem a futamot a top 5-15-ön belül. Hát, és mivel 9. lettem, ezért igen. Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki az igenre szavazott. Úgyhogy majd a következő alkalommal is lesznek ilyenek. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Legyen további szép estétek, és majd, hát nem ígérem, hogy holnap találkozunk, de valamikor biztosan. Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!